Köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunk első részében Tirolba kalauzoljuk Önöket. A budakalászi Alpenróze táncegyüttes egy jubileumi népzenei találkozón járt, amelyre stábunk is elkísérte őket. A második részben pedig egy fiatal operaénekesnőt mutatunk be Önöknek. Fucsita Júlia 24 éves kora ellenére már 6 nemzetközi versenygyőzelmet tudhat magáénak. Tartsanak velünk! A Bajor Táncok hazájában a budakalászi formációnak is nagy sikere volt. A forgatás, a próba, a színpadbejárás és a fellépés minden idejüket lekötötte. Több ezer néző, hatalmas ováció, jó hangulat, zene és tánc egy jubileumi népzenei fesztiválon Tirolban. Az ismert és elismert Ursprungbaum háromtagú zenei formáció ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a hétvégén Zillertalban. 10 országból érkeztek a rajongók a fesztiválra, amit Budakalásztól több mint 700 kilométerre rendeztek meg, de nem Budakalász nélkül. Az Alpenróze táncgruppe megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet a német kultúra éltetésére a városban. Ennek volt köszönhető, hogy a nagynevű osztrák zenekar meghívta a budakalászi táncegyüttest, hogy nyissák meg a jubileumi fesztivált. Az utazást a budakalászi német nemzetiségi önkormányzat támogatta. Mi a Ursprung Fesztiválra természetesen az Ursprung zenekarnak a zenéjéből választottunk egy dalt, amire én készítettem egy koreográfiát, és ezzel nyitottuk meg igazából ezt a fesztivált. És ez egy olyan meglepetés volt az ottani tirolieknek, mind magának a zenekarnak is, majd mondom, a nézők majd látják a Facebook oldalon, meg mindenhol a képeket, hogy az, amikor egy magyar csapat megjelenik Tirolba, és 6000 néző előtt bekonferálja az osztrák televízió azt, hogy Magyarországról érkeztünk, akkor először láttam az emberek arcán, na ja, most a magyarok, most akkor mit fognak itt csinálni Tirolba, és akkor utána én átvettem a szót, a konferálást, anyanyelvi szinten beszélek németül, és én konferáltam tovább, és elmondtam nekik, hogy igenis, mivel hogy ott a fanklubok, akik ott megjelentek ezen a nagy rendezvényen, ezt úgy kell képzelni, hogy elkezdték sorolni, 11 országból érkeztek fanklubok erre a rendezvényre, és amikor ezt így elmondtam én nekik németül, hogy most akkor készítettünk mi egy számot, és ezt már mindenki ismeri, mert nem egy új darab volt, hanem 2006-ban jelentették meg ezt a lemezt, és annak a lemeznek a szám címe, hogy Stema alle auf, mindenki álljon föl, című számra készítettük a táncot, és azt, mikor mondtam a közönségnek, hogy akkor álljon fel mindenki, önök tapsolnak, és mi kezdjük a táncot. Hát ez olyan hangulat lett ott fél másodperc alatt, mint egy ilyen stadionban, és olyan, ilyen érzés, vagy egy ilyen feeling még az életünkben, tehát a táncsoport történetében még nem volt. Előttünk áll 30-40 ember telefonokkal, kamerákkal, mindenki veszi, ráadásul az osztrák tévés felvett, amiből majd lesz egy Ursprung zenekarnak egy 30. jubileumi műsoráról egy ilyen összevágott műsor, amit majd természetesen szeretnénk majd közölni a nézőkkel, meg majd a Facebook oldalunkon, a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat oldalán, majd nyilvánosságra fogjuk hozni, hogy mikor lesz ez, és mai világban már nem gond az osztrák tévét nézni, tehát itt akkor Budakalászon és egész Magyarországon mindenki láthatja, hogy mit is csináltunk, de hát felgeteges volt, és egy nagyon kiemelő érzés. Én mit több mint 40 éve táncolok, és már nagyon sok helyen léptem fel, és már megéltem annyi mindent, voltam Görögországban, Spanyolországban, mindenhol, de ez az érzés, amikor ott Tirolba egy tiroliaknak, egy magyar csapat tiroli táncot táncol, ráadásul úgy, hogy tiroli eredeti lépésekből van a táncunk. Hát ez olyan fantasztikus, kiemelő érzés volt, nem csak a táncsoport számára, én láttam a nézőket, tehát a nézők ott szinte azt mondhatnám, hogy elolvadtak. És nagyon nagy volt a sikerünk, még készültem ezen felül egy nyugodtabb darabokkal és egy keringővel is, aminek ugyancsak örültek, az egy német keringő, amit ott mindenki ismer, együtt énekelt velünk a közönség. Tehát milyen nagyon ilyen, tehát a műsort úgy válogattuk össze, hogy ilyen nagyon hangulatosakat, amire egy ilyen fesztiválhoz illik. Na most itt tulajdonképpen nem az volt, nem egy tánc találkozó volt, hanem egy zenei fesztivál, és ez volt benne a különleges kihívás, hogy 18 osztrák zenekar, tévézenekar lép fel, és a megnyitót egy magyar táncsoportra bízzák. Pedig ott Mayerhofenben, ahol voltunk, vagy ott van mellette Kitzbühel, Innsbruck, sorolhatnám a neveket, annyi táncsoport van, hogy majdnem minden faluban van egy táncsoport, ők nem lépnek föl, de a budakalásziak ott lehetnek, és ez, ami azt mondtuk, hogy ez a Jóisten ajándéka volt tényleg számunkra, hogy ezt így megélhettük, és hogy ilyen jól tudtuk magunkat prezentálni, mert azért akkor mind a két nap egy nagyon felgeteges siker volt, az első este 6000 néző, a második este 10000 néző előtt, és ezt a tömeget, ezt a
elismerést, amit kaptunk mi magyarok, és hogy elmondhattuk, hogy na, mi Budakalászról érkeztünk, kérdezték, hol van, akkor mi elmeséltük nekik, hogy Budakalász az itt a Budapest határában van. És hát nagyon boldogak vagyunk, és mióta hazajöttünk, azért ez egy, az is egy fantasztikus érzés, hogy mi meg se érkezünk, és az összes ilyen YouTube, meg Facebook videóinkat, amit a kinti emberek készítettek fenek, ezt föltettük, és az egy nap alatt 26 ezer nézettsége, azért az mond valamit. És én nagyon boldog vagyok, és nagyon megköszöntöm nem csak a táncosoknak, a német önkormányzatnak, Lávignél Ildikónak is, hogy azért ezt ő is azért anyagilag is, akkor a budakalászi önkormányzat, hogy ők is azért támogattak minket, hogy kijuthassunk, mert azért ez 18 főre kijutni. Itt a busztól kezdve itt ennek vannak költségei, de megoldottuk, és olyan jó svábosan spóroltunk mindenhol, ahol csak tudtunk, tehát vigyáztunk arra, hogy a költségek ne legyenek olyan hú, de felgetegesek. De szerintem az, amit beletettünk, meg amit csináltunk, az a költség, az megérte, mert azért itt most tényleg elmondhatom, hogy Budakalász hírnevét ott kint elvittük. Wir schenken jetzt einen wunderschönen Tanz. Der Titel heißt Steh mal alle auf, aber aufgepasst. Ich brauche eure Hilfe auch. Also ihr steht auf, ihr fangt an mit uns zu klatschen und wir tanzen. Und wir beide, wir schaffen es, wir machen gewaltige Stimmung hier. Und jetzt kann gleich losgehen. Mindenki álljon fel, így hangzik magyarul annak a dalnak a címe, amire megnyitotta a fesztivált és jó hangulatot teremtett a budakalászi tánccsoport. Hatalmas hír volt a Német Nemzetiségi Önkormányzat számára Budakalászon, amikor pár hónappal ezelőtt
az Alperoze Tánccsoport vezetője Rejk Tamás bejelentette azt a hírt, hogy a tánccsoport meghívást kapott az Ursprung zenekar 30 éves jubileumi fesztiváljára Mayrhofenba, Zillertalba. Ez egy a német nyelvterületen egy nagyon híres zenei fesztivál, ahol csak zenekarok lépnek fel, de idén úgy gondolták a szervezők, hogy egy tánccsoport nyissa meg mind a két napon a fesztivált, és az Alpenrose tánccsoportra esett a választásuk. Jó, magam is tagja vagyok a tánccsoportnak, rengeteg próbával, és nagyon nagy lelkesedéssel készültünk erre a fesztiválra. Így hát ezen az óriási fesztiválon mind a két nap az Alperoze tánccsoport nyitotta meg. Óriási megtiszteltetés számunkra az, hogy több ezer néző előtt nem csak a tiroli táncokat vihettük, hanem Budakalász hírét is elvihettük. Aki ismeri az Alperoze tánccsoport vezetőjét, Rejk Tamást, ő tudja, hogy Tamás mindent megtesz a tánccsoportért. Nem csak a koreográfiával, hanem olyan, tehát ő kinnélt 30 évig Németországban, neki olyan kapcsolatrendszere van a zenei közösségekben is, ő az Ursprung zenekart is régül ismerte, fotója van nagyon-nagyon régről a zenekar vezetőjével, és gyakorlatilag hát önálló ez nem kérdés, hogy valakit fölhívjon és elmondja, hogy mit szeretne. Viszont az is hozzátartozik az ő alaposságához, hogy tehát ezek a sikerek nem csak úgy jönnek, hogy mi ülünk otthon, vagy ülünk a táncpróbán, és egyszer csak meghívnak bennünket. Tehát ő már hónapokkal ezelőtt arra készült, hogy a 30. jubileumra mivel lepjük meg a zenekart. Órákig keresett egy olyan számot, a zenekarnak egy régi számát, amire csinált egy olyan koreográfiát, azzal kezdtük a fellépésünket, amit a Budakalászi Német Önkormányzat Facebook oldalán meg lehet nézni, hogy a zenekar tagok a mellettünk lévő színpadról ott álltak ki nyílt szemekkel, sőt, még füttyögtek az ujjukkal, annyira tetszett nekik, tehát az a lényeg, hogy nem adják olcsón a sikert, rengeteg munka van benne, főleg a Rejk Tamásnak, a tánccsoport vezetőjének. Hatalmas volt az élmény és a visszajelzések. Az első nap is már rengetegen voltak, rengeteg visszajelzést kaptunk, ahogy a fellépés után, hogy mentünk a helyünkre, a rajongók sorba megállítottak bennünket, és mindenki gratulált nekünk. Második nap már annyira készültek a mi fellépésünkre, hogy körbeállták a színpadot a telefonjaikkal, hogy fölvegyék, tehát a saját tévésünk, fotósunk nem fért oda, sőt még a helyi, az ORF tévés sem tudta a kameráját felállítani, és azóta is kapjuk a Facebook oldalunkra a pozitív visszajelzéseket, hogy fantasztikusak voltunk, és ez azért nagy dolog, mert ez a tiroli tánc, amit oda kivittünk, ez annak a hazája. És az, hogy az ő hazájukba mi egy ekkora sikert tudtunk Magyarországról, Budakalászról vinni, ez hú, én libabörös leszek most is a gondolattól. Nem volt sok szabad ideje a budakalásziaknak Tirolban. Forgatás, próba, színpadbejárás és a fellépés tette ki minden idejét a táncosoknak, amire hónapokat, heteket készültek itthon. A siker nem maradt el. Elég szűkös volt a program, mert azért ez úgy kezdődött, hogy kiérkeztünk, akkor találkoztunk még egy másik zenekarral, a Freddy Priester zenekarával is, akivel ott kint egy közös videót is forgattunk. Akkor elmentünk, akkor még megpróbáltunk volna a várost megnézni, be is jutottunk a főtérig, de tovább nem, mert már megint
hívtak minket, hogy mennünk kell próbálni, vissza kell, át kell öltöznünk, akkor oda kell érnünk, és a megnyitó általában, hogy 6 órakor meg este 7-kor volt, tehát elég korán, és tehát nem volt igazából, most nem arról szóltam, hogy kimegyünk, és ezt az egész környéket ott végigtúrázzuk, mert fantasztikus egy hely, egy csodás, egy mindenkinek csak ajánlani tudom, ha akar szépet látni, és jót, és gyönyörű, akkor ki kell menni Cilletába, és ezt ott végig kell nézni, de nekünk most erre nem volt annyira időnk, mert péntek, szombat, két nap, majdnem minden óra a táncról szólt, meg az átöltözni, beöltözni, bejárni a színpadot, hangosítás, hogy minden rendesen működjön, mert azért az se egyszerű, és tehát nem volt sajnos időnk arra, hogy most a gletszereket megnézzük, de majd legközelebb. Budakalászt elvitték Tirolba bemutatni az osztrák bajor táncok hazájába. Budakalászra minden rendezvényükkel a tiroli hangulatot hozzák el a táncegyüttes tagjai. További programokkal is készülünk itt Budakalászon a Schmidt-házban, hogy megszokhatták a kedves nézők. Minden hónapban jelentkezünk valamilyen meglepetéssel. A legközelebbi július 28-án egy sütögetést tartunk itt az udvarban, ami egy batyus sütögetés lesz, ami azt jelenti, mindenki hozza otthonról a nyársat és a nyársra való szalonnát, amit szeretne megsütni. Tehát ez július 28-án és augusztus 26-án pedig megtartjuk a szintén szokásos szerb-sváb rendezvényünket itt a Schmidt-házban, de ezekről és további bővebb információt a Budakalászi Német Önkormányzat Facebook oldalán találnak. Végezetül nézzünk bele még egy kicsit az igazi tiroli hangulatba, ahol az Alper Róze táncgruppénak és így Budakalásznak is nagy sikere volt. A koloratúr szoprán Fujita Júlia 2011 óta él Budakalászon, tanulmányait Debrecenben folytatja. A terveiről és a kihívásokról beszélgettünk vele. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én pedig köszönöm, hogy meghívtál a műsorba. Mennyire sűrűek a napjaid? 2011 óta élsz Szent István telepen. Milyen Budakalászon, hogy telnek a napjaid? Hát én nagyon szeretek Budakalászon lakni, mert nagyon közel van a városhoz, kvázi gyors a bejutás, ugyanakkor mégis minden zöld, és csicseregnek a madarak, amikor felkelek, úgyhogy ez nagyon jó érzés. Koránkelő vagy? Szeretsz koránkelni? Uh-huh, igen. Ma például 4:30-kor keltem. Az tényleg nagyon korán. Igen, de nem minden nap kelek ilyen korán, van, amikor muszáj, és akkor az ember hozzászokik egy idő után. Nagyon fiatal vagy még. Az ember, hogyha arra gondol, hogy valaki operaénekes, akkor legalábbis én úgy vagyok vele, hogy egy középkorú, egy ilyen nagyobb domborulatokkal rendelkező, nagyobb termetű hölgyet képzelek el, de valahol biztos ők is kezdik. Miért lettél operaénekes? Elsősorban azért lettem operaénekes, vagy azért kerültem a zenei pályára, mert a nővéremnek szép hangja volt, vagyis hát még most is szép hangja van, csak ő nem lett énekes.
És akkor ezért anyukám beíratta az egész családot, vagyis engem, az ikertestvéremet és a nővéremet is zeneoktatásba. És először szolfézzsal kezdtük, aztán még kórusban is énekeltünk. Utána a testvéreim még tovább mentek mérnöki vonalra, én pedig maradtam a zenén. Szerettem is, volt is hozzáérzékem, úgyhogy így itt maradtam. Nézzük akkor sorban a kezdeteket, hogy milyen oktatási intézménybe vezetett az utad elsőként, hol tanultál énekelni a kezdetekben? Szóló éneklést a kezdetekben itt Budakalászon, Magyar Szilviánál kezdtem, de az még nagyon ilyen, hát ilyen gyerekcipőbe járt, akkor még is szégyeltem is bevallani az első órán, hogy akkor megkérdezte, hogy és akkor én miért szeretnék énekelni, tanulni, és azt hittem, hogy ez ilyen abszurd dolog, hogy én operaénekes szeretnék lenni, úgyhogy olyan kínosan mondtam, hogy hát én szeretnék operaénekelni. Aztán utána meg jelentkeztem a Bartók Konziba. Emlékszem, hogy egy ilyen kórusműből, valami Kocsár Miklós darabból egy ilyen szösszenetet énekeltem el. Nem is volt egyébként ilyen szólóénekesi darab, amivel jelentkeztem. És akkor ott felvettek, és González Mónika lett az énektanárom. Utána pedig Debrecenbe mentem tanulni dr. Újvárosi Andreához. Aztán Mannheimban is tanultam, Stefanie Kránenfeldnél. És ugye ezek közben még jártam mesterkurzusokra, ilyen-olyan művészektől még tanulni. Több versenyen is jól szerepeltél, vagy 6 nemzetközi verseny van a hátad mögött, amelyen kiemelkedő szerepléssel végeztél. Milyen célból kezdesz el versenyezni, vagy kezd el versenyezni valaki, aki énekel, mi vezérelt? Hogy milyen célból kezdek el versenyezni? Szerintem a tanulásnak a része az a versenyzés, mert az ember az hozzászokik a verseny stresszhez, rengeteget gyakorol, nyilván a megmérettetés miatt, és ítéletet is hoznak a feje fölött, úgyhogy azzal is tisztában lesz, hogy mi az, amiben még fejlődnie kell. Egy nagyon jó a verseny arra, hogy a tanulót elhelyezze, vagy terelgesse azon az úton, sok szakmai vélemény által, hogy min is kell még fejlődnie, mi az, amit jól csinál, hogy ez egy természetes hozadéka a zenetanulásnak. Te hogy viseled a kritikát? Hát van, amikor jól, van, amikor rosszul. Egyébként van, akitől fáj a kritika, főképpen a közeli emberektől, a családon belüliektől, hogy hát ez a hang nem volt olyan szép, jó, de most éppen gyakorlok. És akkor nyilván van, amikor könnyebben fogadom a kritikát, például egy olyan embertől, akire nagyon felnézek, mert tőle akarom a kritikát. Vegyes. Ugye az énekesnek a hangszere a torkában rejlik, vagy a teste maga a hangszer. Te adottságaidhoz mérten milyen stílust képviselsz, milyen darabokat szoktál énekelni? Hát én nem szeretem annyira a kor stílusra leszögezni, hogy mit szeretek és mit nem énekelni. Az elején, amikor konzis voltam, nagyon sok barokkot énekeltem, ami azért volt jó, mert megtanultam, hogy hogyan fusson a hangom, nyilván stílusérzéket is tanít, mert ugye a művek keletkezése között általában a operaéneklés az az 1500-1600-as évektől a napjainkig számlálja a repertoárt, és azért ezek között a századok között komoly stilisztikai különbségek vannak, hogy mit hogyan énekeltek, vagy szokás volt énekelni, vagy ma hogyan énekelnénk a dolgokat, és ezért is fontos, hogy nagyon sok mindent énekeljünk, de hogyha választani kellene kedvencet, akkor nekem így az 1800-as évek lennének. Nagyon szeretem a modern zenét is, meg a barokkot is, de a belkántó darabokat kifejezetten jó érzés énekelni. Hangszeren játszol-e, vagy kifejezetten az éneklés mellett maradtál meg, és hogyha játszol hangszeren, az mennyire tudja támogatni a zenei képzésedet? Hát ugye fuvolázni kezdtem az elején, azt élveztem, de nem igazán az volt az én hangszerem. A zongora az kötelező, amint az ember elkezdi a konzervatóriumot, berakják zongora órára is, de én már egy kicsit hamarabb elkezdtem zongorázni, és ez meg is maradt még a mai napig, hogy zongorázok, de inkább úgy, hogyha gyakorlok, akkor lepötyögöm az énekszólamot, vagy belejátszok a kíséretbe,
Most már nem igazán tanulok meg sajnos magamtól zongoradarabokat, mert nincs rá időm. De hogyha lenne, akkor annyira szívesen tanulnék még. Valamilyen szinten gondolom, hogy meditáció gyanánt, vagy meditatív is, ahogy zongorázol, ez segítheti a ráhangolódást a felkészülésre, vagy milyen érzéseket vált ki belőled, hogyha leülsz a hangszer mögé? Hát szerintem, aki zongorázik, az tudja, hogy a zongorázás az esetek többségében nem meditatív. Hogyha valami jól megy. Na most lebuktam, hogy én nem játszom hangszeren, zongorán semmiképp. Hogyha valami jól megy, akkor igen, az nagyon meditatív, az ember kikapcsol, és akkor élvezi, hogy így viszi a teste, az ujjak a jó billentyűkre mennek, és még tud formálni is dallamíveket. Ez nagyon jó érzés, hogyha valami megy, de a zenélésbe, amíg nem megy valami, addig hát öröm az odavívő út, amíg valamit kigyakorlunk, de rengetegszer inkább csak hajtépés. Hát erre pedig nincs szükséged inkább valószínűleg. Viszont akkor mi az, ami feltölt, mi az, amiből tudsz építkezni a mindennapok során? Ugye mondtad, hogy nagyon korán keltél ma is. Hogy telik egy napod? Hát ma Debrecenből jöttem, azért keltem korán. Alapvetően, ami kikapcsol, most megcáfolom magam, mert a zene, ami kikapcsol, mert annak ellenére, hogy ilyen sok munka van a zenélésben, egy hihetetlen örömöt, kiteljesedést, és egyszerűen így a fellegekben jár az ember, amikor valami úgy jól sikerül, vagy éppen így a torkából egy ilyen nagyon magas hang kiszakad, vagy én nem tudom, ez egy életérzés. Ami én állítom, hogy ez függőséget okoz az embernek, hogyha elkezd zenélni, és örömöt talál benne. Ezen kívül még szeretek időt tölteni a barátokkal, a családommal, nagyon szeretek kertészkedni, olvasni, olyan dolgokat, amiket mindenki más is csinál. Debrecenből érkeztél, most aktívan a Debreceni Egyetem hallgatója vagy, ugye? Hogyha jól tudom. Igen. De most nincs szorgalmi időszak. Mivel telt ez a pár nap, vagy nem tudom, mennyit töltöttél ott most? Gyakorlással, időt töltöttem a barátokkal, és hát most van egy projekt, ami láthatáron van, ezt a kortársulattal csináljuk. Egy olyan társulat, amit egy barátnőmmel ketten alapítottunk. Énekesek vannak benne, profi énekesek, és most kitaláltunk egy olyan produkciót, amit majd a Bakástéren fogunk bemutatni. Kettő operából csinálunk egy nagy egészet, nagyon izgalmas. Miért pont ott? Miért ezt a helyszínt választottátok? Volt egy pályázat, és ezt támogatták, hogyha azon a környéken csinálunk valamit. Kortársulat, ugye ez a neve ennek az egységnek, amit alkottok, ez feltételezi, hogy kevésbé a barokk zenét céloztátok meg, hanem kortárs muzsikát fogtok hallatni rajta, vagy félreértem? Hát a kortárs, igen, ez félreérthető. A kortársulat az főképpen azért kortársulat, mert én arra szerettem volna utalni, hogy a kortárs zenészeknek a közössége, hogy a napjainkban élő énekeseknek egy valamilyen hát közös munkájának a gyümölcse. És mennyire figyeltek egymásra, mennyire dolgoztok együtt, ha már itt tartunk, így a kortárs muzsikusok, mennyire tudtok egymás munkáiról? Eléggé, mivel a közösségi média az ott van, mindenki nyomon követi a másikat, már csak azért is, mert az emberek nem csak együtt dolgoznak, tanulnak, de ugye barátok is lesznek, úgyhogy ugyanúgy, ahogy látjuk, hogy valakinek, nem tudom, lett egy új kutyája, vagy összeköltözött a párjával, azt is látjuk, hogy milyen sikereket ért el. És ha már itt tartunk, a családalapítás kérdése, fiatal hölgy ül velem szemben, megkerülhetetlen, tervezed-e, lehet-e ezt tervezni esetedben, és amennyiben igen, milyen változásokat hozhat szerinted, mind fizikumban, mind a karriered tekintetében? Tervezni nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert olyan szempontból, már csak az idő szempontjából is ugye egy törésvonal a karrierem belül. Ettől függetlenül szerintem a legtöbb énekes az szeretne családot. Nem általánosítok, de nem ritka. Te szeretnél? Én természetesen szeretnék, igen. Csak nagyon nehéz betervezni, mert akkor az embernek se ideje nem lesz, az izomzata is megváltozik. Az énekhang az annyira fogékony mindenre, ami a testben történik, már csak hogyha bal lábbal kelünk fel, nem vagyunk kipihentek, kicsit szomorúbbak vagyunk, kicsit lustábbak vagyunk aznap, akkor
nem úgy szól a hang, vagy olyan izmok elkezdenek működni, amik gátat szabnak az éneklésben, stresszt okoznak, mondjuk itt a nyaktájékon, vagy befeszülünk. Úgyhogy pláne amikor a hormonális változások történnek, ugye a terhesség alatt, a változókor alatt, már csak a tinédzserkorban ugye mutálnak is az emberek, ez mind-mind nagyon nagy hatással van a hangra. Nem is lehet elég korán, vagy túl korán elkezdeni énekelni, tudomásom szerint, mert az még ártalmas a hangszálakra, ugye? Igen. Zenét tanulni nem lehet elég korán, ugye ezt az ember szívja magába, de énekelni azt inkább később ajánlott, mert megerőlteti a hangot. Hát egy 5 évessel sem emeltetünk súlyzókat. Világos. Mondjuk a hétköznapokban mennyire emeled fel a hangod, és hogyha így van, akkor megfordul a fejedből, hogy hoppá, ezzel most lehet, hogy ártok a karrieremnek, előfordul, vagy hát persze, személyiségedből adódóan nem tűz túl, nem tudom, vehemens személyiségnek, de azért gondolom, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor egy kicsit mondjuk az ember hangosabban szólna. Te teszed? Teszel ilyet? Igen, sajnos, és az a baj, hogy nagyon tudom, hogy nem kellene, de amikor jön az emberből az indulat, vagy amikor éppen nagyon jól érzi magát, vagy amikor éppen valaki nagyon messze áll, és akkor oda kell kiabálni, akkor általában nem gondolok arra, hogy jaj, de hogy én énekes vagyok, hanem éppen átfog a szituáció. Oké. Jövőre való terveidről még hadd faggassalak kicsit, hogy hol lehet majd téged még hallani, találkozni veled színpadon. Koncerteken általában énekelek, vagy felkérnek, vagy szervezek, vagy ismerősökkel együtt. Ugye mivel még tanulok, ezért az intézményen belül is vannak produkciók. Általában fél évente, évente be szoktunk mutatni egy új operát. Szintúgy koncerteket is szervez az intézmény. Aztán szoktam ösztöndíjasként is ilyenekben részt venni, illetve hogyha versenyzek, akkor még kint is, meg itthon is szoktam énekelni így. Na, néhány konkrétumot még el tudsz esetleg árulni, akár a közeljövőben, még a nyáron megfordulsz-e a környéken valahol, ahol elcsíphetünk, vagy akár külföldi fellépések várhatóak-e? Hát a külföldi fellépés az most volt, és amit most előre látok, az, hogy a Bakás téren lesz az a koncert. Igazából most pont abban a stádiumban vagyok, hogy ami koncert volt, az már megtörtént, és hogy mi lesz, azt még nem tudom, de majd hát az a címe az előadásnak, hogy függőségeink ma és régen, és akkor én egy kávéfüggőről fogok énekelni, vagyis én leszek a kávéfüggő. Történetben lesz még egy telefonfüggő is. Az egyik egy Bach, hát kantáta, de igazából van rendes cselekménye története, a másik meg egy Menotti opera, úgyhogy ez az, ami most leköt. Ennek az időpontját tudjuk-e már? Valamikor szeptember elején, azt tudom, hogy Debrecenben szeptember 3 lesz, és hogy a Bakás téren mikor lesz, az még függőben van. Ja, mert hogy Debrecenben is lesz. Hogy ez idáig biztos. Oké, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Július 26-án szerdán szerb búcsút tartanak a budakalászi szerb ortodox templomban. A vecsernyéhez és a kalács szenteléshez jó zene is dukál. Műsorunk végén köszönöm szíves figyelmüket, tartalmas és szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!